A vlogsorozatom mai részében a Maros Művész Együttest látogatjuk meg, megnézzük, hogy a román és magyar tagozata miként dolgozik, hogyan készül el egy előadás, és egyáltalán milyen az élet a Maros Művész Együttesnél, úgyhogy nézzük meg. Na, jó napot, szervusz igazgató! Igazgató úr, örülök, hogy sikerült hozzátok is eljutni. Annyit kell tudni, hogy a Maros Művész Együttes Románia legnagyobb néptáncos intézménye. Több mint 90 alkalmazottunk van. Van az előadó intézményünk, ami a Kövesdombon van, és most az Arany János 2-es szám alatt működünk. Ide költöztünk irodailag, és a magyar tagozattal is. A középső szinten van az irodai szint. Ez az én irodám, itt szoktunk gyűléseket tartani, kollégákkal összegyűlni. Na, milyen szép is ezek a népviseletek. Aligazgató itt van? Domnul direktorát zsungt, ezt kare koordinează szekcia română. Mulțumim din tot sufletul pentru că facem lucruri minunate. Președinte Peter Ferenc, consider important cultura. Am văzut că sunteți alături și la spectacole care le avem și ne bucurăm. Contează foarte mult ca cei din conducere să fie alături. Păi cum arăt? Itt vagyunk a központi irodában. Ők, akik az együttesben szerveznek, pályáznak, kiviteleznek, leltároznak. És most lemegyünk a tanulmányi terembe, ahol vannak a zenészek. Itt állandó kiállítás van a falon, általában folk, etno fotográfiák. A zenekarok. Ők a kollégáim, a zenészek. Szép napot, szervusztok! Itt meghívunk előadó tanárokat, vagy előadókat, néprajzosokat, és akkor ebben a teremben tudunk ilyen előadásokat tartani. Nagyon sokat utazunk, főleg hétvégeken vannak előadásaink. Hány előadásotok van körülbelül egy évben? Maros Együttes két tagozata közel 100 előadást tartott az idén, és akkor menjünk fel most a próbára. Sziasztok, itt vagyunk a sziasztok. Próbateremben. Sziasztok, sziasztok! Maros Együttes tánckara próbál. Nézzük meg, hogy az alelnök úr tud-e valami... Hányos lábam van az alelnök? 41-es. 41-es lábam, vagy kezdte 41-es. Egy bejáratott cipőt, ez egy táncos cipő. Ez egy táncos cipő, igen. Ebben van a mi kincstárunk, ami a népviseleteket jelenti. Ezek azok a viseletek, amiket használunk minden nap a... Egyébként most így műsoron hány olyan előadás van? Hát képesek vagyunk 5-6 előadást tartani palettán, és lehet látni, hogy itt mindenki a saját ruháját tudja, hogy hol van, és rendezi a viseleteket. Köszönjük szépen, elnök úr! Köszönjük a látogatást, és várunk még gyakrabban!